Szervusztok, itt vagyunk egy újabb Tekit folytatással, méghozzá Tekit 25. részével, és hát ezt a részt már nagyon vártok, ugyanis nagyon régóta tervezgetjük, hogy elkészítjük, viszont eddig többször nekiálltunk, megpróbáltuk megcsinálni, viszont egyszer se jött össze, sajnos. Viszont itt a végeredmény, ugye az előző részbeli bányászásnak a végeredménye, 15 darab Red Matter. Ez az összes? Igen, hát még van nálam kemény 2 darab Dark Matter, 6 Diamond és 1 Iron. Jó, akkor én még egyesével adogattam. Ja, meg ez közben ugye csomó ideig ment a háttérbe, úgyhogy... Úgyhogy azért ez is termelt nem keves MC-t. Mert ez meg ugye itt igaz, hogy csak egy darab termelője van, viszont az sok megy. Bedobtam a húsomat is. Good job. Holy... Tudod, ki is raktad ezeket? Nem, még volt egy pár benne, ami egy pár maradó. Mit csináltál akkor? Mindegy. Jó, és akkor ebben a részben azt terveztük, hogy ugye én nekiállok ennek megcsinálni, legalábbis egy részét, hogy szépen kiválogassam majd ebbe az épületbe lévő értékeinknek a nagy részét. Tehát hogy a lényeg az, hogy legyen egy olyan rendszerünk, ami majd nekünk elpakolja a felszereléseinket, vagy hát azokat a dolgokat, amiket mi bányából vagy valahonnan kihozunk. Viszont ez egy olyan nagy munka, ami ebben a videóban biztos, hogy nem lesz egészen kész. Viszont egy részét elkezdem az egyszerűbbet megcsinálni, hogy egy pár alap felszerelést, például ilyen növényeket, köveket, érceket. Pontosabban az érceket azt még nem, de egy részét azt ebbe itt szerintem vázoljuk, hogy körülbelül nagy vonalakban milyen lesz ez az egész rendszer. Ugye, hogy lesz ez az egyik ház, ami itt van előttünk, ebbe el fogunk átköltözni, ez lesz az általános tartózkodási helyünk, és itt lesz egy-két láda, amiben lesznek ezek az általános dolgok, hogy például amiket mondtál, hogy magok, növények, egyéb ilyen alapblokkok. És lesz egy másik adag típus, ami az ércek, amit berakunk egy szortírozó ládába, az kiválogatja az érceket, elküldi egy másik rendszerező házba, ahol szépen azok kiégnek, mindenfélét földolgozódnak és átkerülnek MC formába, és visszajönnek hozzánk. Igen. Szóval hogy alapvetően ez. Viszont akkor ennek az első felét tervezed. Igen, házak, igen. Esetleg egy utat is építhetünk közéjük, hogy valamilyen összekötetést legyen. És akkor ebből adódóan, ugye az első VB az most az első felét tervezi ennek megcsinálni, mármint a lokális szortírozó rendszert, ami abban a házban van. Én meg akkor valószínűleg nekiállok magának a különböző házaknak, utaknak a megépítésében. És majd ha befejezte, akkor valószínűleg ő is csatlakozik, úgyhogy körülbelül ezek a terveink. Ja, úgyhogy lecraftolok egy para chemical chestet, ugyanis aznak, hogy annak van a legnagyobb tárhelye, amit így a legolcsóbban ki tudunk hozni. Ugye ezért is sokkal jobb, mint mondjuk egy sima kristályláda. Ugye ahhoz sokkal több gyémánt kell, úgyhogy én ennek most neki is látok. Ami még kérdés, hogy akkor ezt felgyorsított videóba csináljuk, és majd a végén elmagyarázzuk, egyébként lehet, hogy ez lenne. Szerintem igen. Lehet, hogy ez lenne a legjobb, mert így tudunk a legtöbbet haladni, és utána a végén meg így lehet, hogy egyszerűen így átfogóan el tudjuk magyarázni az egészet, és így könnyebben átlátható lesz a munka. Úgyhogy egy felgyorsítás után folytatjuk. Na, szóval elkészültünk a pincével. Mint láthatjátok, kicserélte Sotyka ezeket a itt lévő kábelszónokat is, meg szétverted az ajtókat is, azóta se tetted vissza. Ja, hops. Jó, majd visszateszem. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy kiért cserélve ennek is a padlója, mert ez egyszerűen jobban néz ki. És a pincében már készen vannak azok a dolgok, hogy betegyük a sorting machine, csak azt még először le kell craftolni, és ezért gondoltuk, hogy itt egy kicsit megállítjuk a gyorsítást, hogy be tudja mutatni a sorting machine-nak a lecraftolását. Ugye az alapkompozíció az az, hogy itt vannak ezek a ládák szépen sorba, ezekbe mennek be a különböző anyagok nekünk, és van egy láda itt, amiben pedig csak be kell tennünk a cuccokat, és akkor ez szépen ebből lesznek majd kiszelektálva a többi ládába a felszerelések. Tehát az lesz a gyors rendezés láda, ahová csak bevágjuk a cuccainkat. Na hát szerencsére még maradt egy Blue Arrow ángotunk, úgyhogy ebből én most csinálok is egy párat, ha lehet, apa. Ennek nincs is EMC-je, úgyhogy sajnos kénytelenek leszünk craftolni. Ahhoz kell nekünk Silver és Nikolite Ore. Ugye ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha beteszünk ide egy Silvert és 4 darab Nikolite Ore, de még csinálok egy pár Silvert akkor előbb.
Jó. Csak ebből most csinálok egy párat. Na jó, ennyi. Valahogy egyelőre elég is lesz. Ezért mondjuk égetheti magának tovább. Ugye csináltunk pár pneumatic tube-ot azóta. Az annyi, hogy ugye teszünk így egy pár üveget, és két ugye ebből már kraftolt sokkal, úgyhogy ezt ismeritek, tehát ennyi, hogy teszünk egy üveget középre, és két brassingotot, amit ugye annyira nem vészes készíteni, mindössze csak egy tint kell három copperrel az alaj fölnézbe összeégetni. No, és hogy most már ezek is vannak, akkor neki láthatunk elkészíteni a sorting machine, csak ahhoz ugye az az igazság, hogy kell nekünk egy darab filter. És ez az egy filterhez ugye piston, cobblestone, arany és ugye red dot pad wafer, amit nem tudom, hogy kraftoltál-e már. Mindenesetre azt bemutatom, a többi ezt meg... Nem tudom. Mindenki tudja, hogy hogy kell. Kell az egy silicon wafer. És redstone. És ez is mehet a... Ó, ebből még kell egy párat kraftolni. Hiszem ennyi kell összvisz. És akkor ez is mehet ide be az alloy furnace-be. Ó, akkor meg ennyi minden maradt, nálam ezeket ledobálom. Nálam is van még egy csomó kő. Jaj, ezt majd rájön. Meg timert is kraftoltuk már egyszer, nem? Tehát, hogy az se kell be... Igen, szerintem már az is megvolt. Mindegy. Azt hiszem legalábbis ide talán kellett. Timert is... Igen, itt van egy timer, úgyhogy már igen. Szóval beteszük ide ezt a két aranyat, és készen van ugye a filterünk, amit majd ide a sorting machine-nak a közepére kell betenni. Ezen kívül ugye kell ide az iron, a blue alloy és ugye a két red dot pad wafer, és készen van a sorting machine. Na, és akkor ezt gyorsan le is helyezhetjük ide a pincébe, hogy megered az eső. Ja, közben elvezettem a... Oké. Okay. Hát szép. Igen, ez érdekes volt. Szóval elvezettem a napelemtől egészen a blue electricity energiát ide a pincébe. Egyébként úgy látszik, hogy annak nem ott lesz a helye, vagy hát eddig nagyon úgy tűnik, hogy ezt át fogjuk tenni majd egy normális házba. Szóval leteszem ide, hogy ki tudja szippantani majd ebből a ládából azokat az érceket, vagy hát azokat az elemeket, amik kellenek, amiket csak ide bepakolunk. Ezen kívül ennek kell még egy timer, ugye, hogy adja neki azt az ütemet, ahogy szívja ki. Szóval vagy ide, ez így most jó volt. Szóval vagy ide a felszínre kéne lehelyezni a timert, hogy mit tudjuk befolyásolni, mikor szívjon és ne folyamatosan. Vagy pedig oda lentre is sok egy kart majd ide fentre a timerhöz, mert az nem jó, hogyha lassítja a szervert. Mert ugye ez úgy működik, hogy folyamatosan púzzálni kell neki egy elet, hogy szépen szívja ki belőle ezeket a dolgokat. Mert ugye ennél nagyon egyszerűen meg tudjuk. Végülis azért ez a Red Power 2-es sorting machine-os megvalósítása ezeknek a anyagoknak a kiszortírozására, hogy, mert ez tud egy olyan funkciót, hogy azokat az itemeket, amiket nem soroljuk be sehová neki, hogy hova szortírozza, azokat egyszerűen egy megadott színre, egy megadott vonalra továbbítja, és ezzel el tudjuk vezetni egy másik házba, ahol megépítjük a másik részét ennek a oda be lehetne rakni rendszernek. Ugye hát ezt meg tudjuk valósítani mondjuk könnyedén, sőt valószínűleg anyag takarékosabban, hogyha buildcraftos pipe-okat használunk. Viszont akkor azt úgy tudjuk megvalósítani például, hogy egy gyémánt pipe-al kiválogatjuk, amiket kiszívjon és eltovábbítson mondjuk abba a házba, amit tovább akarunk folytatni, és a maradékot, amit pedig azt akarjuk, hogy mondjuk itt használja fel, vagy ezt esetleg meg is fordíthatjuk ezt a folyamatot, tehát azokat dobja ki, amik arra felé mennek, és amiket felhasználja, azokat pedig gyémánt pipe-al elvezesse. A lényeg az, hogy itt a gyémánt pipe-al, hogyha nem sorulunk be valamit, akkor ellentétben ezzel, aki beosztja egy színre és tovább küldi, ellentétben ezt kidobja magából, és mondjuk így landol valahol a földön, amivel végül is nincs gond, mert fel tudjuk szívni egy ilyen obsidian pipe-al, ami ugye újra beteszi a pipe-ba és viszi tovább ezeket, csak hát azzal az a gond, hogy hát felszívja sotyka az összeset, úgyhogy ő a hibás. Muha. Ezért nem tudjuk megvalósítani, vagy hát
megtudjuk, csak kicsit kockázatos, hogy akkor most akármikor, amikor éppen fölötte jársz, akkor felszívod ezt az itemet. Amúgy oda be lehet rakni a timert. Jó. És akkor takarásban is van. Próbáljuk, ha fel tudok oda szállni. Meg lesz, én szurkolok neked. Ne, kifogyott a jetpack-em? Hoppa. Az mi? Az... Oké, én kölyök. Nem őket, csak nem egészen így akartam. Azt hiszem volt egy timeröd. Nem, itt van nálam. Na, ott van, kirény. Jaj, ne, hogy menjek most fel, nem áll. Nem, hogy átpasszolom a jetpack-emet, de nem tudom átpasszolni, mert beszívom. Egyből. Mindegy, szóval... Mit dobtál ide? Jetpacket, de visszaszívtam. Szóval valami ilyesmi lesz a megvalósítása. Nagyon is elegáns módon kijött. Nagyon elegáns volt. Úgyhogy ezt is egy szintén gyorsítás vagy vágás után folytatjuk, hogy mire haladtunk. Na, itt vagyunk újra, és közben elmondanánk, hogy azóta mire haladtunk. Nos, kezdjük akkor össze a házakkal? Nekem 8, szerintem inkább a systemmel, ha már azt mutattuk előzőleg. Jó. Na hát akkor a systemmel annyira haladtam, hogy szépen hozzátoldottam még két-két ládát ide, hogy meg kiiratoztuk ugye, hogy úgy kéne, hogy legyenek a ládák, hogy kezdem minden az elejétől. Szóval van egy ércekláda, ugye ez az egyik legfontosabb, és egy építőanyagok, ezek itt középen. Van ez a gyorsrendezés láda, ezen kívül van itt egy kaja, egy mezőgazdaság láda, ugye amiben a növények vannak és az egyéb mezőgazdasági cuccok, tehát esetleg a tree trap-et is ide betehetjük, bár az egy másik dolog. Hát ez majd kisül, hogy. Jól tegyük, mert máshova is befér. Van egy egyéb nether plusz mob láda, ugye oda mennek be azok olyan elemek, amik így a sima Minecraft-ban megtalálhatók, mint például a... Az amúgy mod lett, nem mob. Stb. Modot írtál. Mob, hoppá. Akkor mod. Vegyétek mobnak mindjárt. Jó, azt majd átírjuk. Majd kijavítom. Ezen kívül van ezen az oldalon még egy industrial, egy buildcraft láda, ide ugye azok a dolgok kerülnek be logikusan, mint amik a nevükbe is szerepel. Tehát, hogy buildcraftosban a buildcraftos elemek, industrialban az industrialosok, és ugye az egyéb technik tudsz, amiben a technikbe, vagy technikbe lévő összes egyéb technikai felszerelésed be tudjuk tenni. Mint például a computercraftos dolgokat, a diszkeket, ilyeneket. Jó, akkor hát először ide tenném a timert azóta. Jó. Screwdriverrel szépen egy kicsit megforgatjuk. Megteszünk benne egy normális időzítést. Hát normális. Jó, hosszú kell. Jó, persze ilyen kell, hogy gyorsan működjön. És akkor tegyük le szépen ezeket a cuccokat. És mondd, hogy van nád egy kis wire. Egy darab. Egy hozok, csak van még itt valahol, hogy össze tudjuk kötni. Száguldok. 5 darab még volt. Remélem elég is lesz. 5 darab wire. Hova akarod ezt bekötni? Így, és akkor ez itt szépen majd szívogatja ki belőle. És akkor miért nem mondjuk ide fölé rakod a gombot? Melyik? Hát nem tudom, mert ez így középen volt. De oda is tehetjük. Csak... Itt ugyanazokkal a lapkákkal ugye el tudod rejteni. Oda is tehetjük. Legyen ott? Jó, legyen. Szerintem ott. Itt logikusabb, hogy a láda fölött van egyből. Kicsit izé... Reston... kímélőbb is. Ezeket megint beszívtam? Nem, még nem. Még. Hát akkor tedd le. Jó, és akkor nálam. Ezen kívül már csak hozzá kell látni, hogy itt szépen a pneumatic tube-okkal összekötözgessük ezeket a ládákat. Tehát mindig be kell rakom. Nem ide. Hova kell rakni, szépen, hogy benne legyen a restom? Már ezt nem tudom, hogy mondjam. Tedd le inkább. Hogy a blokk külsejének kell, hogy... Mert így nem lehet rátenni. Csak akkor, hogyha... Ja igen, valahogy így, csak a másik oldalról. Szóval, hogy fölfele kéne ugye kivezetni, ez a lényeg.
Tudod mit, berakom az alattad lévő ládába. Tedd szépen le. Mondjuk ez egy kicsit macerás a bekötözgetése. Akkor viszont ezt a blokkot is szépen bele kell építeni. Ami itt van, na jó, azt itt mindjárt bekötöm, csak össze folytatom, mint a pneumatic tube-os összekötözgetést. Ugye ezután, miután ezt így összekötöttük, meg kell adni mindegyik kivezetésének egy-egy szint, és akkor oda fogja a színek szint beosztogatni azokat az elemeket, amiknek itt beadjuk. Tehát mondjuk ez a sor menjen a fehérbe, vagy a narancssárgába, ez a sor menjen a fehérbe, ez a sor menjen a rózsaszínbe, és akkor ezeknek, hogyha itt megadjuk a színezékeit, akkor oda fognak menni. És ezen kívül van itt egy ilyen módja, ami ezt a színekünk lehetővé, hogy azokat a dolgokat, amik ezekben nem sorsoltak bele, ugye azokat így el tudjuk küldeni egy újabb színre, és azok valahová megint elkerüljenek egy újabb sorting systemben, ahol majd egy kicsit részletesebben is kiválogatjuk őket, tehát ott végzzük el majd az égetést az érceknek, macerálást, esetleg az extraktálást. Úgyhogy az égetést azt nem is kell elvégezni, mert ugye az érceknek ugyanannyi az EMC-ük. Mert hogyha betesszük őket igen, így igen. Egy energy condenserbe, akkor ugyanott vagyunk, mint hogyha kiégetnénk, csak akkor kell energiát, se szenet pocsékolnunk rájuk. Jó, és akkor ezek már ennek a rendszernek az utolsó lépései. És egy pár színezés, meg ott majd bekötöm az időzítőt, ugye a timert, és akkor gyakorlatilag kész is ez a része. Addig nézzük az épületeket. Jó. Egyelőre egy épület van kész. Ez. Picit ilyen modernebb hangvételű. Ebben lesz majd az elektronika. Ugye ez több részre is tagolható. Itt, ami lyukak vannak a plafonon, itt lesz majd a két típusú napelem. És itt a földön, ahol vagyunk ezen a szinten, lesz majd az átalakító, meg a tároló rendszer, és alattunk pedig a pincében lesz majd az a watermill-es rendszer, ami jelenleg annak a háznak a pincében van. Tehát lesz ide költöztetve, úgyhogy igazából ennyi, aztán itt majd valószínűleg kivezetjük, és itt a levegőben, mintha ilyen antennák lennének, végig vezetjük el a különböző házakig, ahol szükséges. Úgyhogy menj előre ez. Jó lesz ez. Meg most már ezek kezdenek kialakulni, nagyjából az utak, a házaknak a helyei. Meg a fejünkbe legalább a tervek, mert eddig még az sem mind volt. Legalább az. Ez is egyébként közrejátszott annak, hogy ugye, hogy arra, hogy ez a rész ilyen későn kerüljön fel. Egyébként itt van egy ilyen kis lejáró. Hú, mi is ad a secret? Rakj ide egy gumilapot, hogy ne sebződjünk. Na jó, majd. Na jó, szóval én még akkor folytatom ezt, és te is gondolom, és akkor majd mindjárt visszatérünk egy újabb gyorsítás vagy vágás után. Na, eljöttünk egy kicsit ugye flex seedet keresni, mivel az kell a festékhez, és ugye a festés meg kell nekünk ahhoz, hogy hey, ez nem fű, a füveget is. Na, meg is van egyébként, csak mielőtt még ilyet úgysem mutatunk be a sorozatból, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy lopjam. Bemutassuk. Ezzel haza is meg, és akkor ezt már tudjuk sokszorosítani. Ugye ahhoz, hogy a sorting machine különböző színekre tudja küldeni, azokat a pneumatic tube-okat be is kell úgy festeni. És ahhoz a... Igen, és ahhoz a festéshez viszont kellenek nekünk flex seedek. Készítettem is egy nagy adag flex seedet most ezzel, és ez így elég lesz egy jó ideig. Na, nézzük is meg. Szóval először el kéne készítenünk egy ecsetet. Ez nem bonyolult, kell hozzá egy wool, meg egy stick. Viszont ahhoz, hogy legyen ilyen színes ecsetünk, ahhoz bele kell mártanunk egy ilyen festékes vödörbe, amihez kellenek ugye a flex seedek. Addig csinálj te ilyen vödröt, ilyen paint can-t, jó? Mit? Paint can. Én addig csinálok... És milyen színű szeretnél? Ecsetet. Ja, hogy az üreset. Tin plate. Szívatsz engem? Tin iron, oké, az még kivitelezhető. Nem egy drága dolog, csak el van vele az ember. Hol az ironunk? Hol az ironunk? Elloptad az összes ironunkat valami. Nem, ennek meg kell lennie valahol. Ja, itt van, hoppá, tessék. Mondom, hogy elloptad az összes ironunkat. Mondtam. 9 teljes, akkor ezt gyorsan lesokszorozom.
többet is készítek, több ecsetet. Kell még wool. Wool. Na jó, itt az idő, nem akartam duplikálni, de muszáj lesz. Hova tűntek, hey? Eltűntek a wool-ok! Good job. Rossz helyre raktad? Nem, én jó helyre tettem. Persze, persze. Szerencsét tegyük. Hát ez szomorú. Itt a birka farmon, úgyhogy nem, nincs gond. Van birka farmunk? Igen, van. Mik nem történtek, amíg én nem figyelek? Ó, nem előtt is jöttökkem. Azóta itt vannak a birkák, amióta elkezdtük. Na jó, egy kis túlzás. Ah, kell egy kis, jó. Nyolc template elég lesz? Nem, mert az több kell ugye egy darab vödörhöz. Egy... 7 darab kell egy vödörhöz. Egy vödör elég? Kérdem. Nem, nem. Kéne még egy pár. Annak van ilyen pár. Szín? Nincs. Fú. Jó, mindegy, csinálok. 3 vödör elég lesz. Ez egy kijelentés volt, nem kérdés. Jó, megcsomagoltuk. Beírt 3 vödörrel. Na, sajnos kell, lesz szükségünk lesz még egy kicsit több vödörre. Minek? 3 vödörnél? 3 szín elég? Az első vödör meg is van. Sajnos nem elég. Csajda. Mi az? Mit csinálsz? Szétverlek a vödörrel. Hol a vödör? Hol a vödör? Én is ezt kérdezem. Itt a vödör. Hol a vödröm? Add csak ide, ez az én vödröm. Eldobom, visszaszívom. Nagyon lesz ott. Támad. Támad. Beszívtad? Nem, az igen. Mármint, hogy megszereztem. Hát, basszus. Ok. Jó, miután megvan a vödör, ehhez kéne még valami szín. Azt hiszem, hogy random dolgot. Ez itt van még két vödör, rád dobtam. Érd be 3-mal. Jó, és utána ezt lehet tovább színezni, vagy pedig mindegyiknek. Jó, elég csak. Én csak mindegyiket azt betenném, milyen színet akarunk. Hol a többi vödör? Nálad. Tényleg. Jó, köszönöm. Milyen színek vannak? Zöld. Jó, itt van még egy sárga. Piros rózsánk nincs, volt valahol. Össze-vissza vannak dobálva itt. Igen, ezért kell a sorting system. Gyere, inkább aludjunk egyet, aztán szedj. Mindig op, lehet egyáltalán. Gyere aludni. Csak azért sem jön. Nem kockáztatok Indigót, inkább nem. Nem próbálom. Kéne még egy piros? Hát szedj. Jó, mindegy, most minden esetre elkészítek egyet, utána még ja, lehet készítenünk. Ilyeneket. Szóval ilyen módon készítetik a színeket el ezeknek. Utána már csak ugye egy ecset, összez, és utána kész van az ilyen ecset. És akkor ezzel egy csomót lehet festegetni, az ecset az meg... az ecsettel meg lehet jelölni így ezeket a színeket, ezeket a pneumatic tube-okat. Csorba. És akkor ide mennek a sárgák, és akkor beállítjuk neki, hogy a sárga a színre. Most pont nem jó helyen volt. Beállítjuk neki, hogy a sárga színre menjenek a kövek, meg a deszkák. És akkor ilyen módon meg lehet ezeket csinálni, csak még lekraftolunk egy pár vödröt ahhoz, hogy ez igazán működjön. Na, itt vagyunk újra, és gyakorlatilag lassan már sikerült befejeznünk azokat a dolgokat, amiket beszerettünk volna. Tehát akkor kezdem megint itt újra a sorting systemmel. Mint láthattátok, befestegettem ezeknek a csöveknek a végződéseit, tehát elvileg most, hogy beállítottam ezt itt, hogy milyen színe menjen, itt nálad is megszakad a kábel? Igen, de ez csak vizuális bug, nem? Jó, helyes. Szerintem. Szóval, ugye úgy vannak csoportosítva, hogy pár ládát itt már be akartunk kötni, tehát például, amit nem akarunk feltétlenül tovább vinni egy másik épületbe, hanem jobb lenne, hogyha itt rögtön szépen letenni nekünk a ládáinkba. Ilyenek például a növényi felszerelések, az ételek, és egyébként pedig az olyan ércek, amikre nincs szükség, hogy kiégessünk, nincs szükség, hogy maceráljuk, ilyenek. Úgyhogy ezek rögtön beáramlanak ide ezeknek a helyükre, viszont mint láthatjátok, hogy egy-egy slotba, vagy hát egy-egy ilyen sorba,
Nem fér el, csak összesen 5 darab item, és ez azért rossz, mert ugye sokkal több fajta növényt használunk, mint 5 darab, úgyhogy kénytelen vagyunk neki még egy sort nyitni, és így, hogyha ilyen növényeket szív ki a látából, akkor ezeket mind a pirosra továbbítja tovább. Ezért sajnos ugye kell még ilyen sorting masinokat beiktatnunk majd, amik ugye majd egy másik épületben lesznek, ezt mondtuk. Úgyhogy hát azért pár még itt is van, hogy a maradék ládába bevezesse. Szóval egy-kettő még itt is lesz, nem? Lehet, hát, ha bár még azért annyira... Mindegy, ez majd eldől igazából, de... Ez majd így a későbbekbe kerül ki, amikor majd tesszük át az itemeket, és akkor felmérjük, hogy mennyi item kerül át hova. Mindegy, a lényeg az, hogy a kaját teszünk be, a növényeket teszünk be, és hogyha olyan érceket teszünk be, amik már oda is bekerültek a sorting machine-ba, azokat szépen elteszi a helyére. Tehát most akkor nálam van éppen pár darab szék. Beteszem neki ide. Mondjuk így 5-öt. Bekapcsolom, hogy menjen. És ki is szívta. És akkor ezt szépen elvileg el is küldte a megadott és helyre. És meg is jöttek. Meg is jöttek? Ja, 55-től 60 lett. Jó, most akkor tegyél már be nekem egy pár húst, és akkor meg tudom mutatni, hogy is. Szóval miután betesszük a szerkezetbe, azt kiszívja, ugye mi a sárga... Látszódik is, hogy jönnek be. Egy ilyen sárga kis kockába lesznek így betéve, és szépen a sárga útba mennek bele. Ezért jó ez a Red Power 2-es sorting machine. Azért is mutatjuk be ezt még egyébként a sok jó dolga miatt, mert tökre látványos módszer, tehát szerintem látványosabb is, mint a buildcraftos megvalósítás. Yep. Meg gyorsabb is. Jó ez. Főleg hosszú távakon is, ugyanis a pneumatik tube-okat rá lehet kötni egy sokkal gyorsabb csőre, ami ugye az összes csövet megelőzi itt, tehát az a leggyorsabb vezető cső, ami így az itemeket átküldi, úgyhogy házak között például azzal nagyon-nagyon jól át lehet küldözgetni az itemeket. Ezért is jó ez a... Yep. Jó, mondjuk nem másokból áttenni, mondjuk, hogyha mégis buildcraftossal oldottuk volna meg, és át akartuk volna tenni. Hát csak egy ládába bevezetjük, és onnan kiszívjuk. Csőre. De így legalább ennyivel is egyszerűbb. Jó. Hát végül is ennyi lett. Please happy portal 3 game. Ja. Jó, szóval hát ennyivel is egyszerűbb. Ez a módszer. Úgyhogy ennyit is a sorting machine-ról. És end of stream, jó van. Nice. Na, itt vagyok újra. Szóval folytassuk. Az épületekkel? Yep. Szerintem ami közelebb van, az a csatorna. Ez majd azon kívül, hogy szerintem jobb pofán néz ki, van egy olyan rendeltetése, hogy a zombik itt közlekednek. Nem, amúgy egy olyan rendeltetése, hogy például itt fognak elmenni ezek a csövek, amiben az itemeket szállítjuk egyikről a másikra. Itt valószínűleg lesz egy ilyen rész. Egy ilyen csík, és akkor ott mennek a különböző dolgok. És ezek össze vannak kötve mindegyik háznak a pincéjébe, úgyhogy itt, ezt most mielőtt még itt bemegyünk, szerintem inkább kívülről menjünk be. Ez a ház, ami eddig csak félig volt kész, ez most el is készült. Wow. Te éppen mit vágolsz? Most gyere, esetleg ne a csukott ajtón keresztül, de... Lehet, hogy egy reload megoldaná, most gyere. Most van nyitva. Nem egészen értem, hogy milyen itt. Picit lagol most. Na mindegy. Nem volt ez az end of sleep. Mindegy, ezt még szegezett el. Szóval, hogy ez a ház, én közben ezen itten ügyködtem. Nekem pont a fele hiányzik. Remek. Nice. Mindegy, higgyétek el. Kész van. Úgyhogy meg lett csinálva. Igen. Igazából nem hiányoznak belőle csánkok, ez csak VB akarja behazudni, de ne higgyetek neki. Ezt most tényleg nem kell elhinni. Úgyhogy körülbelül ekkora, hát ide kerülnek valószínűleg majd, ez még nem biztos, de valószínűleg ide fognak kerülni majd a különböző válogató rendszerek. Esetleg ezeket a gyorsított craft rendszereket, amik jelenleg annak az épületnek a emeletén vannak, azok is lehet átkerülnek ide, de hát ez majd eldől, hogy konkrétan mi is lesz itt és mi nem. Úgyhogy igazából ennyi, amit most így jó. Összealkottunk. Meg lehet szőnyeg a házba, látjátok? Piros. Lehet szőnyeg, meg nagyobb volt az ajtó, egy kicsit könnyebb legyen a bejárás. Hatalmas update-ek. Itt majd ilyen... És innen valamiért eltűnt egy lámpa, látjátok? Lesznek. De...
Eltűnt. 10 happy game, portál 3 game. És értek, hogy nem csúnyák ezek a sárga lámpák itt. Nem illenek ide. Piros szőnyeg. Írja meg az, aki szerint jók ezek a lámpák. Csú, nem illik. Piros szőnyeghez, fához, meg ilyenekhez, ez tökre nem. De más lámpak. Hogy is nem, rád, hát most inkább fehér legyen, vagy mi? Hát... Ennek legalább van valami kis fénye. Mert a fehérnek nincs fénye. Na jó, mindegy. Creeper, szerinted melyik a jobb? Mondjad. Látod? Igazán volt. Úgyhogy szerintem... szerintem ennyi is az a rész egyelőre. Szerintem a következőben folytassuk, addig is remélem ezek a problémák megoldódnak. Úgyhogy a következő részben majd még találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!